mézes sörös sültarját fogok készíteni egy kis káposztás burgonyával és a leheletnyi almával. A páccal fogok kezdeni, amiben majd a tarjákat fogom bepáccolni. Ehhez szükség van egy kicsi mustára, egy pici paradicsompürére, a sörre természetesen, reszelt fokhagymára, egy gerezd, egy-két evőkanál mézre, frissen őrölt borsra, egy kis olívaolajra, sót, azt nem rakok bele, majd a sózást, azt közvetlenül csak a sütés pillanatában fogom elvégezni, mert előfordulhat, hogy a húst megmarja, és nagyon-nagyon rágos, nyúlos lesz a hús. Elkeverem a pácot, kész is a pác, jöhet a tarja, tehát minden nemű hús a Lidl-ben védőgázas csomagolásban kapható. Ennek a csomagolásnak csak előnye van, elsődleges szempont az az, hogy oxigénszegény környezetben vannak a húsok, nitrogén, illetve szén-dioxid keveréket szoktak használni, így a hús sokkal jobban eláll, jobban eltartható, és maga a csomagolás jellegéből adódóan minden nemű mechanikai sérülésnek ellenáll. Jöhet a tarja, a tarja szeleteket eszem ágába sincs kiklofolni, meghagyom ilyen szép vastagra, hogy sütésnél maradjon puha és szaftos. Pácba megforgatom a hús szeleteket, letépek egy darab fóliát, és az összes levegőt kinyomkodom a tányérból, hogy a pác az mindenhova eljusson, és mehet be a hűtőbe. Legkevesebb egy-két órát szoktam ebbe a pácba pácolni a húst, de ha egy éjszakát benne marad, akkor csak jobb íze lesz. Hozzálátok a káposztás burgonyához, mély öblös vastagfalú serpenyőt fölrakok a tűzre, közben hozzálátok a káposztához, és a káposztát tulajdonképpen ilyen teljes mértékben szabálytalan kockákra vágom, a lehető legkülönböző formákat fogja fölvenni, és ezáltal jobb is lesz az íze, kisebb, illetve nagyobb darabok, pirultabb, illetve pároltabb részek. És jöhet a serpenyőbe egy kis kacsazsír, nagyon szeretem a kacsazsírt, remek íze van. Felforosodott a kacsazsír, jöhet a káposzta, és rögtön jöhet is a só, azonnal essen össze a sótól, a lehető leghamarabb puhuljon meg, ebben segítségünkre van a só. A káposztát önmagában addig pirítom, párolom, amíg egy picit összeesik, és csak utána rakom hozzá a burgonyát. Amíg ez megtörténik, addig készítek egy kis almás káposztás salátát, amit majd a tálalásnál fogok használni. Ehhez nagyobb káposztaleveleket vékony csíkokra vágok, a vékonyra szelt káposzta mehet egy kis edénykébe. Picit sózom, hogy a nedvességet elkezdje kivonni belőle. Egy csipet cukor, kicsit elkeverem. És hagyom egy picit állni. Közben a káposzta már összeesett, és el is kezdett pirulni, úgyhogy lassan jöhet a burgonya. Csak vékonyan felszeletelem, mehet is hozzá a káposztához. A burgonya alakja az végül is teljesen mindegy, ugyanis ahogy itt kevergetjük, pirítjuk, sokkal inkább egy tört burgonyára fog hasonlítani. Ismételten jöhet egy pici só, egy csipet cukor, nem célom, hogy édes legyen, ellenben nagyon szép színt, illetve íz fog neki adni, hiszen rá fog karamellizálódni. Bors, és jöhet egy pici kömény. Én az egész köményt szeretem, és ezt egy picit késsel durvára vágom. Szerintem sokkal érdekesebb, hogyha imitam ott az ember találkozik egy kis kömény darabkával. A tüzet közepes fokozatra állítottam, és semmi más dolgunk nincs, mint türelmesen várni, és a káposztás burgonyát pedig gyakran, szinte állandóan kevergetni, egészen addig, amíg szép aranybarna nem lesz, illetve mind a káposzta, mind a burgonya megpihül, úgyhogy rengeteg időnk van. Átrakom a káposztát, és jöhet az alma. Én késsel fogom vékony csíkokra vágni.
jöhet egy csipet cukor a káposztás salmára, egy pici só, olívaolaj, és almaecet. Pár evőkanál, és az egészet jól összeforgatjuk. A tarjákat kivettem a hűtőből. Közvetlen sütés előtt célszerű egy óra, másfél órával előbb kivenni, hogy ne hidegen kezdjük el a forró serpenyőben sütni, mert azt azonnal lehűti, illetve a hús is egy sokkot kaphat. A káposztás burgonya kb. 45-50 perces türelmes és kíméletes pirítgatás során pontosan így néz ki, és mikor már majdnem célegyenesbe vagyunk, akkor erre is rakhatunk egy evőkanálnyi almaecetet, hogy egy picit pikáns legyen. Alaposan elkeverem az ecettel, illetve hagyom, hogy jól elpárologjon, és majd a tálalás pillanatában még gyorsan rápirítok. Elkezdem a tarját sütni, jöhet egy pici kacsazsír a serpenyőbe, ami majd a tarját fogom megsütni. És a tarját ugye nem kloffoltam ki, valamint nem szükséges bevagdosni, mindenféle ilyen legendát el kell kerülni, el kell felejteni. A lehető legforró serpenyőben sütöm. Természetesen egy picit fröcskölni fog, és csak mosózom. Még egy kis borsot is. Meg is fordítom. Közben forgatom, hogy a kacsazsír egyenletesen bevonja. Ezt az oldalát is borsozom. Illetve sózom. És elkészült a tarja is. Semmi más dolgom nincs, mint tálalni. Választottam egy ilyen kis rusztikus zománcozott serpenyőt. Jöhet a káposztás burgonya. Mehet rá a tarja. És mivel ez egy heavy étel, meglehetősen gazdag ízzel, ezért muszáj rá ugye előbb elkészített almás káposztasaláta, pici almaecettel, ami bizony felfrissíti az ételünket. Még egy pici friss bors. És ebből a pici zsiradékból, amiben sült a tarja, picit meglocsolom. Nem tudok ellenállni neki. Íme a sörös sült tarja káposztás burgonyával, illetve egy kis friss almás káposztasalátával. Jó ételt kívánok!